Nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Emlékezet és elvágyódás. Magyar és román művekből nyílt képzőművészeti tárlat a Kohán képtárban. Tájékoztatók a megyegyűlésen. A települések határon túli kapcsolatairól is tárgyalt a grémium. Szebbé vált a város. A virágosztás önkéntes segítőinek mondtak köszönetet a városházán. Éjszaka a levéltárban. A Békés megyei levéltár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Gyulaiak a legjobb helyszínelők. Silló Antal és Székács Viktor bizonyult a legjobbnak a megyében. Emlékezet és elvágyódás címmel nyílt időszaki kiállítás a Kohán képtárban. A tárlat magyar és román kortárs képzőművészek alkotásait mutatja be, a kiállított művek a gyulai származású Hunya György magángyűjteményének részei. Ez a nap híre. Kepenyes Pál improvizációjával kezdődött a Kohán képtár legújabb Emlékezet és elvágyódás című kiállításának megnyitója. A magyar és román kortárs képzőművészeti alkotásokat bemutató tárlat az épület nagyobbik termében kapott helyet, ahol eddig Kohán György képei voltak láthatóak. A most kiállított alkotások Hunya Gábor magángyűjteményéből kerültek a képtárba. A gyulai származású gyűjtő az első műveket a 90-es években szerezte be. Kezdetben a magyar kortárs képek iránt érdeklődött, majd munkája miatt sokszor megfordult Bukarestben, ekkor keltette fel figyelmét a román képzőművészet. Számomra az a kortárs művész, aki a mához szól. A műgyűjtő azt vallja, a kortárs művészet nem attól kortárs, mert alkotói ma is élnek, hanem mert olyan gondolatokat fogalmaz meg, melyek a jelen számára is fontosak. Hunya Gábor szerint a művészet közkincs, ezért is örül a mostani kiállításnak. A Kohán képtárban több mint 20 magyar és román alkotóműve látható, köztük Bukta Imre és Elkazovszki alkotásai. A tárlat bemutatja azt is, hogy a két ország kortárs művészei hogyan gondolkodnak a közelmúltról. Egy kicsit más volt ugye a rendszerváltáskora, amivel itt több mű foglalkozik. Hogyha a románokat forradalomról kérdezik, akkor az a 89-es antikommunista lázadás, felkelés, ellopott forradalom, ki hogy értelmezi. Számunkra viszont egy vesztes forradalom az 56-os forradalom. Tehát itt is látszik, hogy vannak hasonló témák, vagy előjön az EU-s csatlakozás és így tovább, de azért az alapélmények mégis csak mások. Ezért kell minél több párbeszédet folytatni, és nem lenézni, vagy elítélni a másikat a saját véleményeiért. A műgyűjtő egyben alkotó is. Ő az, aki képes az addig egymástól független létező művek egymás mellé rakásával egy új esztétikai állítást képviselni. A kiállítás megnyitóján Hály János beszélt a műgyűjtők kortárs művészetekben betöltött szerepéről. A képzőművészként is alkotó író szerint az ilyen tárlatok fontosak a társadalmi kérdések megvitatásában. Hályi elmondta, ő annak a híve, hogy egy alkotásnak először vizuálisan kell megragadnia az embert, majd a sokszor hétköznapi szimbólumokkal dolgozó kortárs alkotások kiragadják a szemlélődőt a gondolati komfortzónából. Ezzel egyben figyelmeztetik is őt a világ anomáliáira, így termékeny viták kiinduló pontjai lehetnek. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha mindenről mi a normális emberek, és nem a politikusok, mert a politikusok felelőtlenek, hiszen ők csak szavazatokért küzdenek, mi viszont az életünkért küzdünk, a barátainkért, a szeretteinkért, a családunkért, úgyhogy nekünk meg kéne tudnunk értenünk egymást, és egy ilyen kiállítás bizony ebben sokat segíthet. És nem baj, ha vita van, ezt kell megjegyezni, a vita az egy kreatív dolog, az előre visz minket lelkileg, szellemileg, és megtanít minket, hogy hogyan fogadjuk el, hogy a másik miért gondol, és miért azt gondolja. Az Emlékezet és elvágyódás című tárlat október 7-éig tekinthető meg a Kohán képtár nagy termében. A katasztrófavédelem múlt évi tevékenysége mellett a megyei kórházak helyzetéről és a lakosság egészségi állapotáról informálódtak a képviselők. A napokban megtartott megyei közgyűlésen fontos napirendi pont volt az a felmérés, amit az önkormányzat készített a települések határon túli kapcsolatairól. Jelenleg 64 megyei településnek összesen 150 határainkon túli testvértelepülési kapcsolata van. A nyári szünet előtti utolsó munkaprogram szerinti megyegyűlésen több tájékoztató is elhangzott. A katasztrófavédelem múlt évi tevékenységéről Kis András ezredes megbízott igazgató beszélt. Több fontos téma volt, egyrészt a katasztrófavédelem, tűzoltóságnak a tájékoztató anyaga,
ami azt mutatja, hogy ilyen tekintetben végig is a lakossága nyugodt lehet, hiszen kiválóan végzik a munkájukat az ott dolgozók. Napirenden szerepelt a megyei kórházak helyzetéről szóló tájékoztató is. Egy nagyon korrekt, az ellenzék által is korrektnek és pontosnak tartott tájékoztatást kaphattunk a kórházaink helyzetéről. Megtudhattuk például azt, hogy az elmúlt egy évben és a most folyó évben az eddig megvalósult és éppen megvalósulás alatt lévő pályázatoknak, fejlesztéseknek az összege a két intézmény és három kórház esetében 5,5 milliárd forintot is meghaladja. És ez egy nagyon-nagyon komoly fejlesztés. Talán az elmúlt 10 évben nem volt olyan időszak, amikor rövid idő alatt ilyen mértékű és nagyságrendű infrastruktúrális és a gyógyítóeszközök területén végrehajtott fejlesztés valósulna meg. Fontos napirendi pont volt az a felmérés, amit a megyei önkormányzat készített a települések határon túli kapcsolatairól. A hivatalunk felmérte a megyei településeknek a külföldi kapcsolatrendszerét, és megdöbbenve olvashattuk egyébként ebben a tájékoztatásban, hogy 64 megyei településnek van testvér települési kapcsolata, és nem is ez a szám magas, mert ezt nagyjából tudtuk, de 150 külföldi települést érint. Azért is végeztük ezt a felmérést, mert szeretnénk egy megyei koordinációt megvalósítani újabb testvértelepülési kapcsolatok és egyáltalán kapcsolatok létrejöttében. A megyegyűlés bejelentésekkel zárult, melyekből kiderült, hogy a testület következő munkaprogram szerinti ülése szeptemberben lesz. Szebbé vált Gyula a közelmúltban a város valamennyi település részén megrendezett virágosztás révén. A városházán a munkában résztvevő önkénteseket jutalmazták. 10 körzetben 50 segítő önkéntes, 5000 embernek 40 ezer tővirágot osztott szét az elmúlt hetekben. A város vezetése a napokban megrendezett rövid ünnepségen ismerte el azon önkéntesek munkáját, akik segítettek a virágosztások lebonyolításában. Már nem az első alkalommal vettem rajta részt, de egyébként más dologba is, mint a Szép Kertek versenyébe is tevékenyen részt vettem. Nagyon szép a város, és ezzel úgy gondolom, hogy szebbé tudtuk tenni a környezetünket. Van igény Gyulán arra, hogy szép környezetben éljenek az emberek. A virágok iránti érdeklődés azonban még a szervezőket is meglepte. Volt olyan eset, hogy a meghirdetett kezdésre már alig maradt a növényekből. Civil önkéntes segítők voltak a segítségünkre. Mind a kettő dolog szerintem üzenetértékű. Egyrészt, hogy ilyen sokan önkéntesként segítik ezt a nemes ügyet, másrészt, hogy ekkora igény van erre, ami megmutatkozik egyébként a város küllemében is, de valahol vissza is igazolja azt, hogy ez az egész gyulai polgárságnak fontos, hogy hogyan néz ki ez a város. Igényesek vagyunk nagy többségünkben a környezetünkre, ezért támogatja a lakosság a városvezetésnek és a környezettudatos városfejlesztési terveit. Az idei sikeren felbuzdulva a szervezők úgy tervezik, jövőre is lesz virágosztás Gyulán. A Békés-megyei Levéltár is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz. Szombaton este a Gyulai Intézményben többek között levéltárpedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket. Idén a Békés-megyei Levéltár is bekapcsolódik a Múzeumok Éjszakája Gyulai programsorozatába. A Petőfi téren található intézmény szombaton este 8 órától várja az érdeklődőket. Az egyik teremben levéltárpedagógiai kézműves foglalkozásokat tartanak, ahol például a lúttól a írást is ki lehet próbálni. Ez elsősorban a gyermekeket célozza meg, de a felnőttek számára is sok érdekességgel szolgál a levéltár. A legrégebb írataikkal is megismerkedhetnek, családfakutatás rejtelmeibe is betekintést nyernek, és a legújabb adatbázisokkal és a legújabb lehetőségekkel is találkozhatnak, illetve szabadon kérdezhetnek, hiszen ez egy olyan alkalom, ahol lehetőség van arra, hogy szabadon az érdeklődésüknek megfelelően kérdezzék a kollégákat, hogy mik is vannak a levéltárban, mit is lehet a levéltárban csinálni. A Békés-megyei Levéltárnak már voltak hasonló esti és éjszakai rendezvényei. Ezek alkalmasak az intézmény munkájának bemutatására és népszerűsítésére. Úgy látszik, hogy ez a rendkívüli időpont vonza az embereket. Akkor egy darabig kihagytuk, nem voltak ilyen programjaink, most úgy döntöttünk, visszakapcsolódunk. Elsősorban azért, mert van egy szép és egészen újnak mondható kiállításunk, alig több mint egy hónappal ezelőtt nyílt meg a reformáció, a protestantizmus Békés-megyei történetét bemutató kiállítás, vagyis az a kiállítás, amely egy része ebben a szobában látható. Szeretnénk ezt bemutatni.
Gyulán a levéltárral együtt szinte minden kiállító tér részt vesz a Múzeumok Éjszakája program sorozatában. Gyulai siker született a rendőrségi helyszínelők Orosházán megrendezett megyei versenyén. A megmérettetésre Békés megye 6 rendőrkapitányságáról érkeztek 2 fős csapatok. A rendőröknek összesen 6 helyszínen kellett számot adniuk tudásukról. A versenyben első helyezést ért el a Gyulai rendőrkapitányság csapata, amelynek tagjai Silló Antal törzszászlós és Székács Viktor főtörzsőrmester. A dobogó második fokára a Szarvasiak, a harmadikra a Békés Csabaiak állhattak fel. Az országos döntőt 2018. szeptember 18 és 20-a között Hollókön rendezik meg. Ezekben a napokban is folynak az egyeztetések az 1 milliárd forintos beruházás ügyében. Hangzott el a csütörtök délutáni közmeghallgatáson. Rövid hírek következnek. Ezek a lépések mindig valami szép eredményt hoznak, és mindig valami valóságos igényen alapulnak. Lépésről lépésre halad Gyula fejlesztése, hangzott el a Városházán csütörtök délután megtartott közmeghallgatáson. Béres István főépítész a Szent Miklós Park és az Almási Kastély cselédszárnyának vagy oldalszárnyának összesen 1 milliárd forintos fejlesztéséről tartott tájékoztatót. A vár felőli részen egy melegítő konyhát alakítanak ki, ez szolgálja majd ki a vendéglátóteraszt, a látványkonyhát, és adott esetben a báltermet. A Szent Miklós Park és a cselédszárny korszerűsítésének jelentőségéről és a várható határidőkről Görgényi Ernő polgármester beszélt. A Szent Miklós Park tervei már elkészültek, hamarosan elindul a közbeszerzési eljárás, és a remények szerint még az idén megkezdődik a kivitelezés. Akkor az étterem az nem olyan volt, mint most, hanem egy ázsiai, egy indonéz étterem volt, és ott hátul, ott élt egy kígyó. Azt mondja, hogy megnéztük, volt valami neve, és adtunk neki valami nevet, nem tudom, Béla. A Gyulai könyvtár mellett található egykori indonéz étteremben lakó, végül az egyik vendégtányérjában kikötő kígyóról is anekdotázott Szabó Tibor, a bibliotéka egykori munkatársa, aki Hályi Jánossal beszélgetett a napokban. Az ázsiai tematika a beszélgetés során is előkerült, ugyanis a próza, líra és drámaszerzőként alkotó Hályi János a közelmúltban a vietnámi Zung verseit fordította le. A vietnámi költő a 70-es és 80-as években Magyarországon tanult, itt doktorát és itt írta első verseit is. A most Képzelt emlékek címen magyarul megjelent kötetben szereplő művek hasonló problémákkal foglalkoznak, mint amilyenek Hályi Jánoshoz is közel állnak. A fordítás során kihívás volt azonban, hogy egy teljesen más verskultúrából kellett magyar szöveget alkotni. Az író-olvasó találkozó a 89. ünnepi könyvhét Gyulai program sorozatának záró eseménye volt. Az egy hét alatt a könyvtárban 3 József Attila díjas irodalmár, Hályi János mellett Grecsó Krisztián és Dragomán György is megfordult. A nyári szünidő beköszöntével egyre több veszély leselkedik gyermekeinkre. A rendőrség munkatársai az ilyenkor szükséges bűn és baleset megelőzési intézkedésekre hívják fel elsősorban a gyerekeken keresztül a szülők figyelmét. Nagyon fontos a biztonságos internet használat. Telekné Furák Mónika bűnmegelőzési osztályvezető a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a nyári időszakban a gyerekek egy része egyedül marad otthon. Ezért fontos, hogy a szülők mindig tudják, hogy hol és kivel tartózkodnak, mit csinálnak. Ebben ma nagy segítséget jelentenek a mobil, illetve okostelefonok, vagy más kommunikációs eszköz, de az internet veszélyeire és a használati tárgyaink védelmére is érdemes felhívni a figyelmüket. Fokozott óvatossággal vegyünk részt a közlekedésben. Kutyik Margit, a Békés Csabai rendőrkapitányság baleset megelőzési előadója kiemelte, a bűnmegelőzés mellett a baleset megelőzésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyári időszakban, hiszen kerékpáros vagy gyalogosként is sűrűbben találkozhatunk gyerekekkel, akik sokszor figyelmetlenül vagy meggondolatlanul vesznek részt a közlekedésben. Ha gépjárműben utasként utaznak, akkor feltétlen figyeljünk oda a biztonsági eszközök használatára. Az elmúlt évek tendenciái azt mutatják, hogy legtöbb esetben utasként sérülnek meg a gyerekek. A rendőrség munkatársai felhívják a felnőttek figyelmét arra, hogy körültekintőbben, óvatosabban közlekedjenek az utakon. A napokban Gyulán találkoztak a Szent Vince Borrend Békés megyei lovagi székének tagjai, hogy megválasszák az idei év zászlósborát. A borlovagok a hagyományokhoz híven először átvonultak a belvárosi Nádi Boldogasszony plébánia templomba. A Szent Vince Borrend 1991-ben alakult, a megyei lovagi szék 10 évvel később, 2001-ben. Akkor még csak 3-an alkották a tagságot, ez már a 45 főre nőtt. Céljuk,
hogy Békés megyében is minél szélesebb körben népszerűsítsék a minőségi bor gasztronómiát. Ennek érdekében a megyei borlovagok 2004 óta minden évben zászlós bort választanak. Abból az alkalomból gyűjtünk össze, most már immáron 15 éve, hogy a Szent Vince Borrend Békésmegyei lovagi székének a zászlós borát kiválasztjuk. A borlovagok a templomi látogatás után a Borrend Erkel Ferenc téri irodájának udvarán gyűltek össze a 15. zászlós bor megválasztására. Kónya István alpolgármester kezdőrúgásával kezdődött a 70. évfordulóját ünneplő nagypályás városi labdarúgó bajnokság egyik mérkőzése, ahol az EPKF Kft. Illetve a Gamma Trans alakulata csapott össze. Idén 9 csapat mérkőzött meg egymással, de volt olyan év, amikor ez a szám 15-re rúgott. Az országban egyedülállónak számít az, hogy Gyulán már 7 évtizede működik a nagypályás városi amatőr labdarúgó bajnokság. A 70. nagypályás városi labdarúgó bajnokság bronzérmese a Cleanway Kft. Lett. A második helyen a Gamma Trans csapata végzett. A bajnoknak járó serleget pedig az EPKF Kft. Gárdája vehette át. 8 ember sérült meg a csütörtöki Gyula és Sarkad közötti balesetben, egyikőjük a kórházban életét vesztette. Csütörtökön 15 óra 45 perc körül két személygépkocsi és egy betegszállító ütközött össze a Gyula és Sarkad közötti úton. A balesetben 8-an sérültek meg, egy idős nő a kórházban életét veszítette. Pénteken lezárult a 2017-2018-as tanév, az általános és középiskolás diákok hétvégén megkapták bizonyítványukat. A 2,5 hónapig tartó nyári szünet a legtöbbeknek a pihenésről szól, de az idősebb diákok közül sokan megpróbálják hasznosan eltölteni a szabadidőt. Nyáron rengeteg lehetősége van a fiataloknak diákmunkára. Ön vállalt nyári munkát diákként? Nem nagyon, mivel hogy volt ez 50 órás, amit teljesíteni kellett, és az volt igazából, jártam különféle táborokba, ilyen tündérképző, ahol gyerekekre kellett vigyázni, és azt teljesítettem igazából, de így, hogy saját zsebpénzt keresek, így nem voltam. Igen, persze, hogy ne. És mindig, amikor volt rá lehetőség? Igen, amikor volt rá, persze, hogy ne. És milyen fajtákat? Ja, hát attól függ, hogy ahol kellett éppen szükség jó, nyári munkára oda. És ezt miért tartott fontosnak, hogy már akkor saját pénzt keresett? Hát a szüleim erre tanítottak engem, hogy már kiskoromtól kezdve arra ösztököltek, hogy tapasztaljam azt, hogy milyen megkeresni a pénzt. Mezőgazdaságban gyümölcsszedés volt az én részemről. Az unokáim meg még olyan kicsik, hogy őket még nem érint a nyári munka. És mit gondolt akkoriban a nyári munkáról? Tehát örült neki, hogy plusz pénz? És nem tetszett a reggeli koránkelés, viszont örültem a plusz pénznek. Hamarosan megkezdődik a parlagfűmentesítés ellenőrzése. Lapszemle következik. Ellenőrzik a parlagfűmentesítést. Magyarországon mintegy 2 millió ember pollenallergiás, ami az össznépesség viszonylatában hatalmas számot jelent, írta a Békési Járások. A járási hivatalok földhivatali osztálya július 1-től ellenőrzik a parlagfű elleni védekezés eredményességét. Testvérvárosi segítség. 1000 széket adományozott Gyula erdélyi testvérvárosának, Kovásznának, írta a Gyula Kult. A gyulai művelődési ház a felújításakor új székeket kapott, így a korábbi, jó állapotú bútorokat Kovászna kapta meg. Felmérték a gémtelepeket. A biharugrai halastava környékén 215 pár nagy kócsagot számoltak a Nemzeti Park szakemberei, írta a kmnp.hu. Mind a mocsarakban, mind az élőhely rekonstrukciókon nagyobb vízborítások vannak, mint a tavalyi év hasonló időszakában, és több a nyílt vizes terület is. Papszentelés Veszprémben. Márfi Gyula érsek áldozó pappá szentelte Merva Péter, Simon László, Szabó Zoltán és Tóth Tamás diakónusokat, írta a Magyar Kurír. Az újonnan felszentelt papok együtt mutatták be a szentmisét főpásztorukkal. Kedden folytatódik a meleg idő, csapadék nem várható. Szerdán megnő a csapadék esélye, jelentős lehűlés pénteken várható. Kedden túlnyomó rész napos, meleg, nyári időre van kilátás. Számottevő csapadék nem hullik. A hőmérséklet az éjszakai 17 fokról délutánra 29 fokig emelkedik. Szerdán gyenge szél mellett folytatódik a napos idő. A hőmérséklet 19 és 30 fok között változik.
Lássuk még egyszer mai híreinket. Emlékezet és elvágyódás. Magyar és román művekből nyílt képzőművészeti tárlat a Kohán képtárban. Tájékoztatók a megyegyűlésen. A települések határon túli kapcsolatairól is tárgyalt a grémium. Szebbé vált a város. A virágosztás önkéntes segítőinek mondta köszönetet a városházán. Éjszaka a levéltárban. A Békés megyei levéltár is csatlakozik a múzeumok éjszakájához. Gyulaiak a legjobb helyszínelők. Silló Antal és Székács Viktor bizonyult a legjobbnak a megyében. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a pódiumban Gyulai Endre vasmiséjéről közvetítünk felvételről a Szegedi Domból. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!